November 11-től a koronavírus terjedésének lassítása érdekében újabb szigorú intézkedések léptek életbe Magyarországon. Az este 8 és hajnal 5 óra közötti kijárási tilalom a kutyatartók esetében engedményeket tartalmaz. Amint egy 1,5 millió magyar app tulajdonos időkorlátozás nélkül este 8 óra után is sétáltathatja az állatot a lakóhelye 500 méteres körzetén belül. Ez azonban furcsa gondolatokat ébresztett néhány emberben. Volt egy-két olyan betelefonálónk, aki kifejezetten a korlátozások kijárási tilalom időszakára szerettett volna úgymond ideiglenes gazdivá válni. Mikor mondtuk, hogy ez nem lehetséges, hiszen ugye, hogyha kimegy egy kutyánk családba, akkor az ugye arról szólna, hogy vagy örökre, vagy pedig, hogyha ideiglenes befogadó szeretne lenni, akkor addig, amíg a kutya gazdára nem talál, de nem egy meghatározott időre. Ezt ugye jeleztük, hogy ez nem működőképes, amit ő szeretne, akkor volt egy következő verzió, hogy hát jó, akkor ő örökbe fogad, és majd neki van úgyis egy másik lakása, és majd abban a lakásban elhelyezi ezt a kutyát. Hát természetesen ez sem opció, úgyhogy próbáljuk kiszűrni igen ezeket a jelentkezőket. Van, aki be is vallja egyébként, van, akinél viszont inkább a beszélgetés során bukik ki, hogy nem is gondolja ő ezt annyira komolyan. Emiatt a nyíregyházi menhelyen is szigorúbb ugyan a gazdijelöltek szűrése, örökbeadási stoppot azonban nem mondanak és nem is mondhatnak. Jelenleg ugyanis 190 kutya várja a telepen, hogy örökbe fogadják. Felmerült ugye egy-két menhely részéről, hogy teljes örökbeadási stoppot hirdetnek azért, hogy még véletlenül se fussanak bele ilyen dolgokba. Ezt viszont nem is tehetnénk meg, hiszen mi területi alapon működünk, Szabolcs megye sajnos egy elég érdekes részállattartás szempontjából az országnak, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag folyamatosan napi 30-40 bejelentés jön mind kóborkutyákról, mind gazdás kutyákról, akiket rosszul tartanak, akikről szeretnének lemondani, vagy nagyon rossz körül között vannak, és ha mi teljesen stoppot hirdetünk, és nem adunk kutyát örökbe, akkor újakat sem tudunk fogadni, már pedig ezt nem tehetjük meg. Az őszi-téli időszakban egyébként is visszaesik az örökbefogadási kedv. Ilyenkor a külföldi partnerszervezetek aktívabban segítenek a nyíregyházi menhelyre bekerült kutyáknak otthon találni. Helyükre pedig 30 állat érkezne, ha lenne hova. Az Állatbarát Alapítvány azt mondja, a külföldi örökbefogadásoknak köszönhető, hogy nem gyűlik össze kezelhetetlen mennyiségű kutya tömeg Nyíregyházán.